Jó reggelt kívánok, 8 óra van, ez a híradó az M1-en, Székely Áron vagyok. Ma van a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja. Tegnap országszerte tartottak megemlékezéseket ebből az alkalomból. 1947. február 25-én hurcolták el a szovjet hatóságok Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt akkori főtitkárát. A 2000-es év óta ezen a napon a diktatórikus rendszer áldozataira emlékezünk. Egyszerű kőkeresztek sorakoznak egymás mellett a pannonhalmi főapátság tövében. Első látásra úgy tűnhet, mintha egy katonai temető lenne. Itt azonban Isten katonái nyugszanak, azok a szerzetesek, akik rendjeit a kommunista diktatúra betiltotta, ezért a pannonhalmi szociális otthonba száműzték őket. Még a 70-es, 80-as években sem adatott meg számukra, hogy saját rendjük sírboltjában vagy rendházuk temetőjében lejjenek végső nyugalomra. Pénteken az ő tiszteletükre állítottak emléktáblát és parcellakövet. A Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója az M1-nek azt mondta, ezek a szerzetesek is a kommunista elnyomás elszenvedői voltak. A szerzetes rendek 1950-ben történő felszámolása is ugyanennek a folyamatnak egy nagyon-nagyon fontos és nagyon szomorú állomása, ahogy a magyar társadalom nagyon komoly gerincét és alapját adó, a kiművelt emberfőket nevelő, iskolákat fenntartó, szociális otthonokat, kórházakat működtető szerzetes rendeket, több mint 10 000 embert sok-sok száz helyszínen egy tolvonással földön futóvá és ellehetetlenítetté tettek. Ez már Kecskemét, itt koszorúzással és gyertyagyújtással emlékeztek a kommunizmus áldozataira. A helyszín itt is szimbolikus volt, az egykora helyi AVH központként működő épületnél tartották a megemlékezést. A területfejlesztésért felelős parlamenti államtitkár itt azt mondta, a magyarok megtapasztalták, milyen érzés a kitelepítés, a vallásüldözés és a valódi diktatúra. Majd a rendszerváltás után megtapasztalták a szabadságot is, de most ismét a veszélyek korát éljük. Latorcai Csaba szerint keleten egy véres háború dúl, nyugaton pedig a diktatórikus hajlamú bürokratákkal kell megküzdeni. A tét nem kisebb, vagy a szabad, keresztény kultúrára épülő nemzetek Európája maradunk, vagy egy, a nyugat uralta, migránsok által előzönlött, kevert lakosságú, etnikumú és vallású birodalom, egy identitás nélküli Európai Egyesült Államok részei leszünk. A magyar kormány nem ismer kompromisszumot a migráció elutasítása és a keresztény kultúra védelmének ügyében. A budapesti Mállenki robot emlékhelynél elsősorban arra a több százezer magyar emberre emlékeztek, akiket kényszermunkára a Szovjetunióba hurcoltak. Rengetegen soha nem tértek onnan vissza. A belügyminisztérium parlamenti államtitkára azt mondta, mindenhol a világon, ahol a kommunizmus hatalomra került, ott pusztítóvá vált. Rétvári Bence hozzátette, amíg mi magyarok megszenvedtük a kommunizmust, addig nyugaton ma az látható, hogy egyre népszerűbbek a marxista eszmék. Mi az áldozatoknak állítunk emléket. Míg azt látjuk, hogy Nyugat-Európában az ideológia létrehozójának állítanak emléket. Marx szobrot avatnak. Az Amerikai Egyesült Államokban Bernie Sanders amerikai elnökjelölt jelölt kommunista eszmékkel kampányolhat. Miközben mi itt vagyunk egy olyan helyen, ami a Magyarországról, Gulágra, Szibériába hurcolt 800 000 ember emlékezik. Az országgyűlés 2000. június 16-án határozott arról, hogy február 25-e legyen a kommunizmus emléknapja. 1947-ben ezen a napon hurcolták el Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt akkori főtitkárát a szovjet hatóságok. Szombaton országszerte tartanak majd megemlékezéseket. A központi megemlékezés 11 órakor kezdődik a Terrorháza Múzeumban, ahol egész nap rendhagyó tárlatvezetésekkel, történelemórákkal és filmvetítésekkel várják a látogatókat. Az amerikai First Lady szerint már csak az időt és a helyet kell megtalálni Joe Biden hivatalos újraindulásának bejelentéséhez. Jill Biden úgy fogalmazott, férje még nem fejezte be, amit elkezdett. Az amerikai elnök tavaly ősz óta többször megismételte, hogy elindulna egy második elnöki ciklusért 2024-ben, de ezt hivatalosan még nem jelentette be. Joe Biden a jövő évi választás idején 82 éves lesz. Németország és Lengyelország a háború egyéves évfordulójára időzítette a bejelentést, hogy további tankokat küldenek Ukrajnának. Tegnap New Yorkban Szijjártó Péter arra figyelmeztetett, hogy ennek a háborúnak nem lehetnek győztesei. A további vérontás megállítása érdekében pedig azonnali tűzszünetre van szükség. Nem
Ünnepélyes zászlófelvonással kezdődött a megemlékezés Kijevben az ukrajnai háború kitörésének egyéves évfordulóján. Bár az elesett katonák pontos számát nem tudni, nyugati szakértők becslései szerint az ukrán oldalon már több mint 100 000 katona vesztette életét vagy sebesült meg a harcokban. A rendezvényen Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök megköszönte a hadsereg kitartó munkáját, többeknek pedig kitüntetést adott. Emellett egy rendházba is ellátogatott az ukrán elnök, ahol a katonai lelkészek előtt adózott elismeréssel. Ez egy kihívásokkal teli év volt, amikor a háború miatt mindenhol nehézségekkel szembesültünk. A lövészárkokban, a városokban, az ostromlott településeken és a pincékben mindenhol imádkoztunk, fogalmazott Volodymyr Zelenszkij. Moszkva nem adott ki hivatalos nyilatkozatot az évforduló alkalmából, ahogy nagyszabású rendezvényeket sem tartottak. Egyedül a korábbi orosz elnök Dmitrij Medvegyev osztott meg egy üzenetet közösségi oldalán. Azt írta, hogy hadseregük a legtávolabbi pontig űzi az Oroszországot fenyegető veszélyeket, még akkor is, ha ez éppen a lengyel határ. A lengyel védelmi miniszter az évfordulón az ország biztonsági tanácsán a külésén jelentette be, hogy megérkeztek az első Leopard 2-es típusú tankok Ukrajnába. Az első szállítmánnyal 4 német tankot küldtek, a napokban pedig további 60 darab PT-91-es harckocsit is útnak indítanak Ukrajnába. A német kormány pedig bejelentette, hogy összesen 18 darab Leopardot küldenek az orosz-ukrán frontra. Az ukrajnai háború volt a fő téma az ENSZ biztonsági tanácsának pénteki ülésén. Az egyeztetésen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter arról beszélt, hogy Magyarország Ukrajna szomszédjaként napi szinten érzi a háború súlyát. A tárcavezető leszögezte, az emberéletek megmentését csak békével lehet elérni, fegyverszállításokkal és szankciókkal nem. Hozzátette, hogy bár a magyar kormányt többen kritizálták emiatt az álláspont miatt, ezt olyanok tették, akik nem vesztettek emberéleteket a háborúban. A magyar nép nem felelős ezért a háborúért, de Magyarország és a magyarok már eddig is nagyon magas árat fizettek ezért. Mindannyian tudjuk, hogy már a 25. órában járunk, a 25. órában. Ezért próbáljunk meg arra koncentrálni, hogy hogyan lehet véget vetni ennek a háborúnak, és hogyan lehet azonnal tűzszünetet teremteni és megindítani a béketárgyalásokat, amelyek remélhetőleg tartós és tisztességes békét eredményeznek majd, fogalmazott Szijjártó Péter. Az oroszok és ukránok közötti párbeszédet sürgette a kínai külügyminisztérium is pénteki közleményében. Peking a nukleáris fegyverek bevetésének teljes tilalmára szólította fel Oroszországot és Ukrajnát. Ez az egyike annak a 12 pontnak, amit a kínai vezetés Kijevnek és Moszkvának javasol. Kína arra is felszólította a háborús feleket, hogy kerüljék a polgári lakosság elleni támadásokat. Több brit áruházlánc is korlátozza a megvásárolható zöldségek és gyümölcsök mennyiségét. A drasztikus lépésre azért szánták el magukat a cégek, mert bizonytalanná vált az utánpótlás. Szakértők szerint a jelenség egyik oka az, hogy a Brexit miatt eltűnt a kelet-európai munkaerő a farmokról. Ennél is nagyobb gondot jelent, hogy az elszabadult energiaárak miatt mind több gazda hagy fel az üvegházi termesztéssel. Üresen tátongó ládák fogadják a vásárlókat az egyik legnagyobb brit élelmiszerlánc londoni üzletében, a zöldséggyümölcs részlegen. Egyes termékek szinte teljesen eltűntek a polcokról. A jelenség nem egyedi. Szerte az Egyesült Királyságban ezzel szembesülnek az emberek. Egyelőre be kell érnünk a zöldségkonzervekkel, mondta egy londoni asszony. Több brit szupermarketlánc korlátozta a megvásárolható friss gyümölcsök és zöldségek mennyiségét. Paprikából, uborkából és paradicsomból. De például eperből is személyenként legfeljebb 3 csomag vihető el. Ám így se jut mindenkinek. Már 2 boltban is kerestem a gyümölcsöt, amit szerettem volna venni. Eltűnt. Méltatlankodik egy másik vásárló. A mostani hiányt a kereskedők részben a Spanyolországot és Marokkót sújtó, szokatlanul hideg időjárással magyarázzák, ami nagy mértékben hátráltatja a termények betakarítását. A rossz időjárás miatt a szállítás is akadozik. Ez a 2 ország az Egyesült Királyság legnagyobb zöldség és gyümölcsbeszállítója a téli hónapokban. Ha megnézzük Spanyolországot és bizonyos mértékig Marokkót, nem volt ősz. A forró nyárból egy enyhébbe, majd egyből mély fagyba kerültek. Ha pedig ilyen szélsőséges hőmérsékleti viszonyok alakulnak ki, az hatással lesz a termésre, mondta egy zöldség nagykereskedő cég vezetője.
Nagy igény lenne a hazai termesztésű zöldségekre és gyümölcsökre, ám az ukrajnai háború kirobbanása óta az energiaárak elszabadultak az Egyesült Királyságban, így sok brit gazda felhagyott az üvegházi termesztéssel. A termelők egy része szerint viszont a Brexit is felelős a hiányért. Azt mondják, amióta az Egyesült Királyság kilépett az Európai Unióból, nincs elég szezonális munkaerő a termények leszedéséhez. Márciustól itthon újabb két vármegyében indul el az egységes ügyeleti rendszer. Szerdától így Hajdú-Bihar mellett már Győr-Moson, Sopron és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is az új ellátási rendszer működik majd, közölte az Országos Mentőszolgálat. Az ügyelet központi telefonszáma a 1830, ahol a szakemberek tanácsot adnak, szükség esetén ügyeleti autót vagy mentőt küldenek. Ez volt a Híradó 8 órától, amely újra megnézhető a híradó.hu weboldalon. Most jön a Nemzeti Sport Híradó, Bénémet Péter már várja Önöket.